Sziasztok, én Horkon vagyok, és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Itt lesz velem Milán. Sziasztok! És folytatjuk a One Block-os túlélésünket. Megint akkor körbemutatom ugye a szigetet, amit ugye mindig szoktam csinálni a videónak az elején. Milán ugye az előző rész óta befejezte ezt a cukornádfarmot, amiben nem igen sok cukornád van. És... ja, igazából így állunk, és most már átmentünk egy következő szintre, ami pedig az Ocean. Úgyhogy most ez lesz igazából. Itt aztán már megint nem sokára éjszaka lesz, úgyhogy mehetünk megint aludni. Én meg közben próbálom itt építeni tovább a házat, kicsit bővítgetem. Úgyhogy meg az a baj, hogy alig vannak tucaink, tehát nálam például nincsen egyetlen kő sem, és a chestben sem találtam. Úgyhogy próbálok kicsit bányászni, aztán legalább egy baltára valót összeszedni. Ha jól láttam, akkor már jött kettő, csak itt van egy Guardian, ha jól tudom a nevét, és ugye mivel Milán Netherbe van, ezt valamelyik előző részben említettem is, hogy akkor egyébként tudok aludni, hogyha ő a Netherbe van akkor is. Mondjuk őket nem tudom, hogy fogom megölni, na mindegy. Itt egy vasgólem! Igen, tudom. Én egyet már megöltem, és az dobott 5 vasat. Abból 3-at kellett izére szánni új baltámra, mert ugye valaki széttörte. De akkor ez jó, hogy lesz pónolnak, csak majd azt kell megfigyelni, hogy hova? Nekem oda a portál közelébe spónolt. Mert akkor ezt körbe lehetne keríteni, akár a portált átrakni máshova. Tudod? És akkor egy ilyen kisebb farmot már akár így csinálni. Tojásból 4 csirke! 4 darab! 4 darab? 1 a 256-hoz az esélye. Így egyébként halkan megjegyzem. 4 darab! 1 tojásból! Azt találtam egyébként ki, hogy mivel ugye itt vannak bent a falusiak, akik egyébként le is fekszek ide aludni, mindjárt. Azt vettem észre, hogy ugye mivel a faluba is spónol vasgólem, ugye mivel már itt is van sok falusi, így most már ide is spónol általában a tetőre, és hogyha esetleg őket, ezeket a vasgólemeket így körbefednénk és megpróbálnánk elvezetni valahova, vízzel, akkor akár lehet, hogy tudnának nekünk sok vasat adni. Úgyhogy majd, hogyha Milán visszajön a Netherből, akkor majd megpróbálom egyébként lebontani ezt a kaput, és akkor itt lesz nekik fent a helyük, és akkor a portát meg majd átrakjuk egy másik helyre, szerintem. Mert most meg szerintem levélből fogom megépíteni, lehet, hogy nem annyira szép, viszont ebből van sok, és szerintem az akár az működő képes lenne, hogyha ebből építeném meg.
én meg skacok közben elkezdtem a farmot csinálni. Tehát ugye most az a kérdés, hogy esetleg vízbe tud-e spawnolni a... ilyen egy blokkos vízbe be tud-e spawnolni a vasgólem. Na mindegy, most akkor már kijutottam a portált, Milán, te is jöhetnél segíteni. Ez így micsoda? De most így komolyan. Édes Istenem. Guardian. Ez nem az. Mining fatig. Mondjuk hiába adta. Hát nekem nem. Kaptam bányász fáradtságot, és pont amikor itt csinálom a portál, úgyhogy ez egy elég kellemetlen, úgyhogy nem tudom, hogyha meghalok, az a baj, akkor szerintem megkapom megint. Amint láthattátok, Milán már elment, viszont én folytatom egyedül is az építkezést. Meg egyébként a cukornádak, úgy látom, hogy nagyon jól nőnek. Jó, igen, pontosan ezt akartam megakadályozni, csak ha jól látom, akkor estek le. Mindegy, vagy hát lehet, hogy nem. Az a lényeg, hogy igazából elültetem itt a többit is, és tényleg nagyon-nagyon jól nőnek, aztán majd azt is kitalált egyébként, hogy majd lehet, hogy majd kéne afkolni. Úgyhogy így haladok egyébként ezzel a kis nedörös résszel, szerintem ez eléggé jó lesz. Mert ugye, amint mondtam, ugye ahol ezelőtt volt a nedör portál, ott most már szeretném, hogyha ilyen vasgólem farm féleség lenne. Úgyhogy egyelőre most ez a terv, hogy itt ez lesz. És a falusiak egyébként, ha jól láttam, akkor már meg is nőttek. És akkor ugye így vannak öten. Próbálom egyébként tényleg minél dizájnosabbra csinálni ezt a nedörös részt. Próbálok ilyen változatosságot a falba belevinni. Úgyhogy... De egyébként ez egyébként sokkal nehezebb így építeni, hogy ilyen össze-vissza. Mint ugye szabályosan. Tehát amúgy ez tök érdekes, de egyébként ez tényleg így van. Meg ugye, hogyha szabályos, ugye, akkor csak lerakod a blokkokat sorba, de azért így nehezebb. Szerintem legalábbis. Főleg ugye úgy, hogy itt nem annyira tudtam befejezni. Úgy, ahogy akartam. Így lehet egyébként, hogy ide ezt így visszaépítem. Így. Mert ugye a fekete kő már elfagyott. Úgyhogy idéglenesen akkor másfajta kővel helyettesítettem.
úgyhogy szerintem amúgy ez így vállalható. Így. Hát mondjuk ez, egy eléggé egy csíkba lett. Inkább így. Így. Akkor ide. Meg ide egyet így. Hát mondjuk elég olyan szimmetrikusnak néz ki szerintem. Próbálom kicsit randomabbra csinálni még. Ettől jobban. Jól van. Szerintem ez így oké. Ó, ez az. Tudás. Akkor már belemegyek, már mindegy. Úgyhogy én még ezt még építem tovább, próbálom minden apró részletét kidekorálni. Arra gondoltam egyébként, hogy itt gyorsan befedem magam, és akkor szerintem afkolok egyébként egy, nem tudom, egy elég sok időt, aztán meg a búza is, meg a cukornád is, és akkor ugye elég sok lesz. Viszont én nagyon-nagyon szépen meg szeretném nektek köszönni a figyelmet, és hogy itt voltatok. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Nem sokára érkezik a folytatás, addig szép napot nektek, sziasztok!